A virtuális valóság univerzumába léphetnek azok, akik ellátogatnak a pécsi Zsolnai kulturális negyedbe. A látogatóközpontban ugyanis összesen 10 VR szemüveg áll az érdeklődők rendelkezésére, melyeket 25 vagy 60 perces időtartamra próbálhatnak ki. A látogatók részt vehetnek az első holdra szálláson Neil Armstronggal, búvárkodhatnak a tenger mélyén és megtapasztalhatják a súlytalanságot a nemzetközi űrállomáson. A segítők felteszik az ember fejére a szemüveget, segítenek választani a különböző fajta élmények közül, életkortól, érdeklődési körtől függően, illetve a fej részen kívül egy kézi vezérlő van a vendégek kezében, és azzal a különböző egyszerű ügyességi, logikai, interaktív bemutató jellegű alkalmazásokban tudnak elmerülni. A VR univerzumban különböző ügyességi, felfedező, logikai, meseszerű vagy a természettudományhoz köthető játékot próbálhatnak ki az érdeklődők. De emellett vannak egyébként sportművészeti és mindenféle tematikájúak is. Jelenleg 11 féle ilyen alkalmazás közül választhatnak a látogatók, de ezek bővülni fognak. És azért tartottuk mi ezt nagyon fontosnak, mert ezekkel az eszközökkel lehet leginkább megszólítani a fiatal generációt. Ezek ugye Magyarországon még aránylag ritkák, úgyhogy különleges élményt biztosít. A szimulációs játékok nem csak fantasztikus látványt nyújtanak, hanem ismeretterjesztésre és interaktív tanulásra is alkalmasak. Sok alkalmazás pedig jól illeszkedik a Zsolnai negyed természettudományos kínálatába. A látogatók június 16-ától élvezhetik a virtuális valóság nyújtotta élményeket.